Sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket. Most szintén azzal a témával foglalkozunk, amivel eddig is a kezdőknek próbálunk segíteni. A gyülekezetben ennek hagyománya is van, hogy akik megtértek, újjászülettek, elindultak az Úr útján, hogy bizonyos lelki támogatást kaptak, segítséget. Hát ez a mostani beszélgetés is hasonló lesz. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéri közösséget, akikkel most együtt vagyunk ezen az online bibliaórán, a kezdők alkalmán, ami nagyon fontos és lényeges, de régi öreg hívőknek is ajánlom, hiszen az Úr mindig tanítani akar bennünket, ahogyan Jézus korában is voltak egészen fiatal emberek, és voltak nagyon komoly hitben járó emberek is, akik leültek Jézus lábaihoz azért, hogy az Úr tanítsa őket. Az igét a Márk evangélium a 10. részéből hoztam, a 10. rész 43., 44. és 45. versét osztom meg veletek. Így hangzik Isten igéje. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. A mai témánk a szolgáló testvér és a szolgáló testvéri közösség. A kezdők alkalmát ugye a hívő élet megtért, újjászületett élet alapgondolataival kezdtük, mégpedig az alapja az imádság. Az imádság során mi beszélünk Istennel, a második az igeolvasás, az igeolvasás során Isten szól hozzánk. A szolgálat során pedig az újjászületett hívő ember, aki Krisztus szolgálatára elkötelezett, lesz szolgáló testvér, és a szolgáló testvérek mindig szolgáló testvéri közösségben élnek. Ahogyan az Úr is elhívta a tanítványait, nem egyedül hívta el. Nem magánzók voltak a tanítványok, 12-en együtt jártak Jézussal, és még hozzájuk nagyon sokan csatlakoztak, hiszen olvasunk a 70 tanítványról, aztán pedig az első keresztény gyülekezetről, amelyiknek a kezdetétől fogva több ezren voltak a tagjai. Az újjászületett ember, tehát szolgáló keresztény emberről csak újjászületett emberek esetében beszélhetünk, akiknek a nagyon fontos, hogy betelik a szívük mentő szeretettel. Nagyon fontos, hogy Krisztus számára mentsék meg a kárhozatból, az embereket a kárhozatos életből, és hogy ezért készek mindent megtenni. Nagyon sok drága szolgája az Úrnak ment el misszióba, misszionárusnak, ahonnan soha többet nem tért vissza. Egy nagyon csodálatos, kedves magyar misszionárus nő is volt, aki Pitilus szigetére ment az Úr elhívásából szolgálni, Molnár Máriának hívták, és sohasem tért vissza, mert mártírhalált halt. Akik az Úr iránti szeretetből és az emberek iránti mentő szeretetből szolgálnak, azok életébe csodálatos gyümölcsök teremnek Isten dicsőségére. Ezen a Pitilus szigetén, ahol emberelők éltek annak idején, ma is áll a templom. És szólnak a harangok, és megtért emberek szolgálnak, és megszűnt ez a pogány életvitel egyetlen egy ember szolgálatának a gyümölcsei alapján. A szolgáló hívő ember csak az lehet,
akinek az életébe első az Úr. Ha Jézus az első az életemben, akkor mindenképpen gyümölcsöt terem az életem, és ez a gyümölcs beérik Isten dicsőségére, és az ember javára is, hiszen a pogány életvitel megváltozik, hiszen a bűnben élők megtérnek, és Krisztusnak élnek. Azt olvassuk a Máté evangélium a 13. részében, hogy az Úr veti a magot, és amely maga jó földbe esett, az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely, annyi, némely száz annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Tehát akiben az új élet növekedni kezd, az elkezd gyümölcsöt teremni, és nem egy gyümölcsöt, hanem sok gyümölcsöt, 30-60 száz annyit. És amikor ezt a példázatot olvassuk, amivel Jézus tanította az őt körülvelőket, és külön a tanítványait is, Jézus elmondja, hogy ugye van, amelyik az útfélre esik, van, amelyik a tövisek közé esett. Most én csak a tövisek közé esettet olvasom, de mindegyik esetében ugyanazt olvassuk. Ami a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja és a gazdagság csalárdsága elfogyja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Onnan ismerhető meg a hitben járó ember, hogy az Úrral jár, hogy gyümölcsöt terem. Jézus azt is mondja, hogy amelyik fa nem terem gyümölcsöt, az kivágattatik és tűzre vettetik. Nagyon sokan ezt a könnyű evangéliumot hirdetik, amiben nincsen ítélet, ahol Isten szeretete mindent elnéz, mindent elfedez, pedig Jézus, amikor tanította az övét, akkor azt mondta, hogy a fára, a gyökerére vettetett már a fejsze, hogy amelyik gyümölcsöt nem terem, az kivágattatik. Nagyon fontos a szolgáló élet, a gyümölcstermő élet. A szolgálatnak sokféle fajtája van, mi két nagy csoportra oszthatjuk, az egyik a fizikai szolgálat, amit hívhatunk sok helyen szeretett szolgálatnak, illetve diakóniai szolgálatnak hívnak, és vannak a lelki szolgálatok. Az ige hirdetés szolgálata, Péter apostol a Cselekedetek könyve 6. részében mondja, hogy nem hagyhatjuk el az ige hirdetés szolgálatát, hanem választunk az asztal körüli szolgálatra diakónusokat, hiszen az első keresztény gyülekezetben is nagyon sok fizikai szolgálat volt. Az emberek együtt voltak, mindenük köz volt, sok gyerek volt, sok idős ember volt, felnőtt volt, akiket el kellett látni, étellel, itallal, ruházattal, akiknek szükségleteik voltak, és a hívő ember nem hunyhatja be a szemét a fizikai szükségletek fölött, és az első keresztjének szeretetébe beletartozott, hogy mindenkit a szükségletei szerint segítettek és szolgáltak. A diakonosok Szentlélekkel betöltött emberek voltak, és csodálatos módon nem csak a fizikai szolgálatot látták el, hanem a bizonyságtételt, betegekért való imádkozást, és a betegekkel való foglalkozást, nagyon sok mindent. A István vértanúra, diakónusra ról olvasunk, akkor látjuk, hogy mennyire betöltötte őt a Szentlélek, és mennyire vele volt az Úr. Tehát minden embernek vannak fizikai és lelki szolgálatai. A nagy kérdés az, hogy mi az én szolgálatom. Ugye Péter apostol is pontosan tudta, hogy az ige hirdetés szolgálata az, amit az Úr rábízott, de emellett rengeteg sok más szolgálat is volt. A
ami nagyon fontos, hogy a szolgáló hívő embernek, tehát minden megtért, újjászületett hívőnek szolgáló hívő emberé kell, hogy érjen, és a szolgáló hívő embernek van egy magánélete, és van egy szolgáló élete. Ennek a kettőnek összhangba kell lenni. És mind a két területen gyümölcsöt kell teremteni, mégpedig egyenlőképpen. Mit is értünk ez alatt? A magánélet. Ugye a magánéletben a lélek gyümölcseit kell megteremni. Az 1 Korintus 13-ban olvashatjuk a szeretetet, az örömet, a békességet, a jóságot, a szívességet, a hűséget, a mértékletességet. Ha egy otthon a családjában élő, szolgáló, hívő ember otthonában nincs békesség, nincs szeretet, közösség a családba, de eminens szolgáló, akkor ott nagyon nagy baj van, mert lehet, hogy ő szolgál, és kitűzi a le a kalappal érdemrend a szolgálónak, de a szolgálat nem a nagy úrnak szól, hanem a kis úrnak. És nagyon sokan a hívő élet, szolgáló élet gyerekbetegségei között található, hogy a magánélet és a szolgáló élet nincs összhangba, mert az egyik kedves szolgáló testvérnek a felesége azt mondta, hogy majd én is beiratkozom a betegek közé, mert akkor biztosan több időd lesz velem elbeszélgetni. És nagyon fontos az, hogy legyen időnk a családunkra, de nem csak ez, hanem hogy megteremjük a gyümölcseit, a békességet, a szeretetet, az örömet. Ha öröm nélküli a családi életünk, akkor hogyan tudunk az embereknek örömmel szolgálni? Az egyéni életünkben törekednünk kell, hogy a Szentlélek betöltsön újra és újra, mielőtt elindulunk a szolgálatra. A szolgáló életünkben van egyéni elhívása az Úrnak a szolgálatra. Az Úr mindenki számára készített el szolgálatot, csak le kell hajolni érte. Én egészen fiatalon tértem meg, és szántam oda az életemet az Úr szolgálatára, és nagyon megdöbbentő volt a számomra, mert erre egyáltalán nem készültem el. Az én nagyon kedves barátnőm és lelki testvérem Kenyába lett misszionárus, és én is oda készültem, hogy majd a néger gyerekek között fogok árva gyerekek között szolgálni, de az Úr egészen másképpen gondolta, mert az Úr gondolatai nem a mi gondolataink. És az én személyes elhívásom az Úrtól egészen fiatalon az volt, hogy a megfáradt hívő testvérek között a megújulást hirdessem, hogy bűnbánatra hívjam őket az évtizedek óta elfáradt testvéreimet, és hirdessem a számukra a megújulás örömüzenetét, hogy Krisztus lelke megújít bennünket, és van betöltetés. Sose felejtem el, egy református lelkész barátunkkal beszélgettem, és mondtam neki, hogy be kéne, hogy töltekezzél Szentlélekkel, és azt mondta, hogy Ági, én már ebbe a faluba évtizedek óta itt vagyok, én mindent elmondtam, amit tudtam a Bibliáról, soha senki nem tért meg, én nem hiszem, hogy a számomra van megújulás. És akkor az Úr a Szentlélek által adott egy üzenetet a számára, hogy bűnbánatra kell jutnia, és hogy meg kell látnia mindazt, ami nem Isten szerinti volt az ő életébe, bár ő jó ember volt, és igyekezett a szolgálatba. Az Úr betöltötte Szentlélekkel, bűnbánatra jutott, betöltötte Szentlélekkel, és utána ugyanazoknak az embernek hirdette az Isten igéjét,
de csodálatos módon a Szentlélek vágyat adott az embereknek, és megtértek, és betöltekeztek Szentlélekkel, és nagy örömmel voltak együtt. Az én egyéni szolgálatom akkor ez volt sokáig, és néha föl is lázadtak ellenem, hogy ez a taknyos fiatal hogy képzeli, hogy engem a 30 éves hívőt, már hogy 30 éve, hogy megtért hívő számon kér. Én soha senkit nem kértem számon, de a Szentlélek nyilván ezt hangsúlyossá tette, és csodálatos megújulásba volt részünk, és nagy örömben. Ez volt az én személyes elhívásom a fiatal szolgálataim idején. Aztán sokkal később az Úr más fele is indított a szenvedélybetegek közötti szolgálatra, de mindig az egyéni szolgálatom, és én úgy gondolom, hogy minden testvérem egyéni szolgálatához hozzátartozik, hogy az Úr örömüzenetét, az evangéliumot mindenkinek hirdetni kell. A személyes bizonyságtétel nagyon fontos, hiszen egyikünk se tudja, hogy mennyi az élete, hogy a másik emberrel holnap találkozik-e. Olyan gyönyörű ez az énekünk, amit szoktunk énekelni, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt, mert néma maradtál, nem adtad tovább az örömüzenetet. A másik dolog pedig, hogy mindenkit elhív az Úr szolgáló testvéri közösségbe. A szolgáló testvéri közösségben mindenkinek lehet szolgálata, de a szolgáló testvéri közösségben nagyon komoly szabályok vannak. Az ige, amit felolvastunk, ugye Jézus azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem azért jött, hogy ő adja az életét sokakért, hogy ő szolgáljon. A szolgáló közösség egysége múlik azon, hogy vannak-e uralkodásra vágyó, a lelkeket leuraló emberek, vagy nincsenek. Egy időben a profétálás és szolgálat egyik elhajlása volt, amikor a proféta úgy gondolt, hogy ő magasabb rendű azoknál, akiknek szól valamilyen üzenetet, és leuralta őket, és kialakult egy ilyen uralkodás és szolgalelkűség. Ennek nincs helye, mert ha ez van, akkor nincs szolgáló testvéri közösség. Az Úr kettessével küldte ki a tanítványokat, és ebben nagyon nagy szeretete volt az Úrnak, hiszen az egyik, ha szolgált, beszélt, hirdette az evangéliumot, a másik tudott imádkozni, és ha elfogyott az erő, akkor együtt tudták egymást megerősíteni, és az nagyon csodálatos, hogy az embernek nem egyedül kell elindulni a szolgálatba. Istennek nem az az akarata, hogy magányos szolgáló legyél. A 12 tanítvány közösségbe volt az Úrral, és közösségbe voltak egymással is. Ez sokkal több volt a szeretett testvéri közösségnél, hogy együtt meghallgatunk egy ige hirdetést, együtt énekelünk, dicsőítjük az Urat. Együtt tanultak az Úrtól imádkozni, kérni az Urat. Együtt élték meg a szolgálatokat, és azoknak a csodáit, miközben szolgáltak Jézussal, például az 5000 ember megvendégelése, és itt ők ültették le az embereket, ők vitték a megáldott kenyeret, és adták tovább, és amikor mindenki jól lakott, és az öröm és a megújult fizikai és lelki erő mindenkiben jelen volt, akkor az Úr azt mondta, hogy szedjétek fel a maradékot. Az 5000 ember megvendégelésénél 12 teli kosár maradék volt. Ez a számomra nagyon sokat jelent, mégpedig azt jelenti, hogy az Úr azt akarja, hogy a szolgáló testvérek gyűjtsék össze azokat, amik
tanulságok voltak, és amiket megéltek, hogy arról azt átbeszéljék, hogy a szolgálatnak az örömjét, a szolgálatért való hálát, az emberek megújulásáért, hogy imádkozzák át, és hogy értsék meg azt, amire az Úr tanítani akarta, és hogy le tudják vonni azokat a dolgokat, amikben nem voltak megfelelőek, és erősítsék egymást. Miben is nem voltak az 5000 ember megvendégelésénél a tanítványok megfelelőek? Hát amikor Jézus azt mondta, hogy hát adjunk nekik enni, mert kik fognak dőlni az úton, akkor ők azt mondták, ennyi embernek. Hát hogy gondolod, Uram? Hát meg a majorságokban se tudunk ennyi embernek élelmiszert vásárolni. Nem volt meg a hit. Nem volt meg a bizalom Jézusra. Hát ha Jézus azt mondja, hogy ültessük le, hát akkor nem kell nekünk testtel és vérrel tanácskozni, hanem Krisztusnak engedelmeskedni. Nagyon sok olyan dolog van, amiről ez a 12 teli kosár beszél. Ugye felszínesen ezt szoktuk mondani, hogy mindenkinek jutott egy kosárral. Ugye ezek nem olyan hatalmas nagy kasok voltak, mint amiben a tüzelőfát szoktuk hordani, ezek sokkal kisebb kosarak voltak, de mindenkinek bőségesen jutott. De itt sokkal többről van szó ebben a szolgáló testvéri közösségben. Krisztus tanítani akarta a tanítványait a hitben való járásra, és miközben ők szolgáltak és jártak a Krisztus követésében, a közben növekedett a hitük, és a közben megerősödtek, és lett táplálékuk nekik is. Ők sem dőltek ki, hanem lelkileg is megerősödtek. Szalad nagyon az időnk, úgyhogy tovább megyünk. Ami nagyon fontos a szolgáló testvéri közösségnél, az egységre való törekedésre, és a Krisztus vezetésére is ebben egynek lenni. Fejlődésre van ott szüksége a tanítványoknak, a szolgáló testvéri közösségbe is, ha bekerül egy fiatal testvér, egy fiatal megtért, akkor rengeteget fejlődik, és az Úr áldása megnyugszik rajta. A szolgálatokban is növekedni kell. Pál apostol ezt mondja, hogy törekedjetek a hasznosabb ajándékokra. Nagyon fontos, hogy ki tudjuk nőni a szolgálat gyermekcipőit, és hogy valóban az Úr tudjon mellékállítani olyan embereket, akiken keresztül megerősít, tanít minket a szolgáló hívő életre. Ilyen volt Mózes Józsuénak. Józsué együtt járt Mózessel. Senki nem volt vele olyan szoros kapcsolatban, mint Józsué. Mózesen keresztül készítette fel az Úr Józsuét arra a szolgálatra, hogy bevigye Izrael népét az ígéret földére. Mindenki életében van Mózes, akin keresztül az Úr tanítja, és akit az Úr felhasznál. Ahogyan Pál apostol és Timóteus úgy járt együtt, mint atya a gyermekével, és Timóteus nagyon-nagyon felhasználta és megáldotta az Úr Pál apostol szeretetteljes útmutatásai következtében. Én, amikor fiatal hívő voltam, nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy olyan komoly hívő, szolgáló hívő testvérekkel lehettem szolgáló testvéri közösségbe, akik engem megtanítottak Isten ígéjét csodálatosan értékelni, értelmezni a napi Biblia olvasásra és annál sokkal többre, akikkel együtt imádkozhattam és láthattam az Úrnak hatalmas tetteit és csodáit, akik olyan komoly szolgáló testvérek
voltak, hogy első volt az Úr az életükbe, és hogy fontos volt a számukra az elveszett ember. Mindenkinek ad az Úr olyan testvért, ilyen a lelki pásztor is, aki pásztorol bennünket a szolgálatok során, hogy a nyáj egybe maradjon, hogy a szeretet közösség épülhessen, mert ha szeretet nélkül szolgál valaki, vagy egy szolgáló testvéri közösségben nincs meg a szeretet, egymás tisztelete, az ember mindenek fölött való szeretete Krisztus után, akkor széthullik minden. Lehetnek nagy szavak, hatalmas beszédek, de nem lesz meg a gyümölcstermés. Csodálatos dolog az, hogy az Úr a kevélyeknek ellene áll, és az alázatosoknak kegyelmet ad. A szolgálathoz, a Krisztus szolgálatához alázat szükséges. Ezt a kegyelmet pedig mindenki megkaphatja, aki vágyik erre. Én nem mondhatom el, hogy nagyon nagy dolgokat értem el a szolgálataim során, de azt elmondhatom, hogy egész életembe igyekeztem az Úr Jézus Krisztus szolgálni, és neki tetsző életet élni. Az emberek tetszése a számomra nem volt fontos, bár sokszor jól esett a testvéri közösség szeretete és megértése, de a szolgáló hívő embernek a legfontosabb, hogy Krisztussal közösségbe legyen, hogy neki szolgáljon és érte tegyen. Kívánom, hogy mindnyájan szolgáló testvéri közösségbe tudjunk élni, hogy a családi közösségünk is olyan közösség legyen, amely megtermi a Szentlélek gyümölcsét. Aki szolgál, az él, mert a szolgáló embernek közössége van az Úrral, és dicsőség az Úrnak, hogy azt akarja, hogy szolgálatban teljenek a napjaink.